A szüleink, Leti, a fekete autók és letartóztatások miatt belénk oltották a félelmet. Attól tartva, hogy minket is osztályellenségnek kiáltanak ki. Csak hogy mi már ebben a rendszerben nőttünk fel. Ez a rendszer kötötte a nyakunkba az úttörő nyakkendőt. Ez adta kezünkbe a kiszkönyvet. Szorin gúnyosan felnevet, megragadja az asztalon a Zsubrovka vodkás üveget, megtölti a poharát, kortyolásba folytja fintorát. Nagy léptekkel föl alá járkál, pamut alsója feszül a testén, fehér mellén vöröslenek a szőrszálak. A válla szeplős. Letícia nyújtja kezét, hogy magához húzza az ágyba. Szokás szerint a lepedőt magára tekerve, lábát törökülésben maga alá húzva, óvatosan ő is belehörpint a lengyel vodkába. De a férfi csak szónokol, mezít láb a gép perzsán, amelynek mintája között meggyűlik az építkezéstől hangos, mégis meghitt negyed fölött szálló bor, miközben odakint folyamatosan kopácsolnak, kiabálnak, zakatolnak. Letícia még mindig utálja a vidéki szülővárosa Girbegurba utcáit, a régi házakat, és örül, hogy Bukarest ezekkel az új, világos, krém-zöld rózsaszínű panelházakkal úgy terjeszkedik, mint a kijövő olaj, és új illata van. Szorinnal közös, egyelőre csak átmeneti életének is új illata van. Gondoltál már arra, hogy mi a felszabadulás nemzedéke vagyunk? A szerencsés nemzedék? Mondja a férfi. A felszabadulás nemzedéke. Semmi kedve ezzel gondolkozni. Egész úton idefelé csak azt érezte, hogy nyár. Újra nyár, és susogó, sötét zöld lombok. A késő júniusi hűs levegő simogatta, aranyszínű fény vibrált az aszfalton, a bontásaiben kis házak körül sárga, piros, fehér virágágyások, mintha az egész város szintén az ujján számolta volna a perceket, és vele együtt sietett volna a zsúfolt autóbuszok. A villamosanyagokban a testektől elváltak a fejek, mint az övé is, amit sajnálkozva bámult utánuk, és számára ismeretlen sorsuk után. A felszabadulás nemzedéke! Mit szólnál ehhez a novella címhez? Erőszakoskodik Szori. Ő bizonytalanul ingatja a fejét. Mennyire unta egész gyerekkorában a filmek előtti híradókat. Azt a harsányságot. Éjjel augusztus 23-a, hazánk felszabadításának napja a fasiszta iga alól, a szovjet hadsereg által. Premier plán van a palotatér, a járdáról a nők virágcsokrokkal a szovjet tüzéreknek és a vörös csillagos tankoknak integetnek. És közben az udvaron, a virágzó körtefa alatt, Bicár és Jónkácsi a Nemzeti Színház német bombázásáról, a részek orosz katonákról, erőszakoskodásról, a redőnyök mögött rémültöző kereskedőkről sütogoznak. De Letícia Branea úttörőnek nem ez volt a legnagyobb állata, amikor fejére húzott takaróval dühösen sírt a hokedrivel meghosszabbított gyerekágyon. Miért nem előtte az első díjjal és virágkoszorúval kitüntetett előttisztelettek, hanem csak a dicséretet kapott zseni előtt, amikor a reggeli zászlófelvonásnál elhangzott a vezényszó: egység, vigyázz! Letíciát még csoportvezetőnek se választották meg. Nem, hogy osztag vagy egységelnöknek, csak mert valaki az apukája családjából, vagy lehet, hogy éppen az apja, akire már nem is emlékszik, ki tudja, mit követett el. Ahelyett, hogy örülnél még, te duzzogsz, hiszen Jon bácsinak köszönhetett, hogy szemet húntak és felavadtak úttörőnek, szitta a mama. Később is furcsán nézett rá, amikor mindig megijedt, ha csak eszébe jutott. Ha így fogod fel, soha nem leszel boldog az életben, mert nem tudsz örülni annak, ami megadatik neked. Talán most is boldognak kell
két férfi között megosztott életében. Ha hazaér, kerülnie kell Petru komoly tekintetét. Fáradt vagyok, annyira fáradt. Nyugi majd, az ágyra veti magát, fejére húzza a paplant, és csak arra akar emlékezni, hogy mit csinált, mit beszélt Szorinnal. Ha majd a szemhéja mögött visszapergeti, a közösen eltöltött percek még erőteljesebbek lesznek, mint amikor átélten őket. Bukarestben a fehér épületek a szovjet hadsereg bevonulása után egyre jobban elszürkültek. Elkopott a régi filmhíradó tekercse is. Az új kísérő szöveg már a román kommunista párt vezette fegyveres felkeléstől tudósított. A híradóban a szovjet katonák helyett férfias traktoristák mosolyogtak a fiatal, huncutul hátra kötött kendőjű nőkre. A traktorok a vető és cséplőgépek körül a képeket kísérő ének szerint a napra nevettek a búzatáblák. A mezőgazdaság tényezesítése foglalta el a felszabadulás helyét. És sikeresen befejeződött, anélkül, hogy észrevették volna. Mert igaza van Szorinnak, ők tényleg a szerencsés nemzedékhez tartoznak. Úgyhogy Letícia első, 10. D-osztályos Mihály nevű szerelmével, a moziterem sötétjében összebújva, tök magot rákcsálva, alig várta, hogy harmadszor is megnézze a Csavargó című filmet Ráskáporral. A következő héten pedig egy francia filmet, a tulipános fanfant, Gérard Philippe. Szorin vodkás poharát a padlóra teszi, és gyorsan bebújik Letícia mellé a lepedő alá. Fölemeli kócos haját, forró leheletével a tarkóját bizsergeti, a fülcimpájába harap, nedves ajka és a rakoncátlan nyelve egyre lejjebb siklik rajta, a mellére, a hasára. Letícia ennyi idő után is boldog, hogy itt lehet. És szokása szerint puhán elomlik, hogy a férfi azt tehessen vele, amit akar. Szori mindig álmodozik, hogy tényleg férjes asszonnyal van viszonya, és nem csak néhány találka erejéig, mint legutóbb Lélivel. Letícia az övé. Az ágyban mégis olyan tartózkodó, mintha nem volna évek óta férnél. Nem mer Letíciának pozíciókról beszélni, pedig ő szívesen változtatna. Nagyon kíváncsi természetű. Sokkal több pozíciót is kipróbálna. Annak ellenére, hogy sokan egyenesen régi módinak és óvatosnak tartják. Ellenben a politikáról, másik szenvedényéről. Nyugodtan beszélhet Letíciának. Látod, mondja Szorin és átölel. Nekünk magunknak kell a múltunkat felkutatnunk. Ha azt szeretnénk, hogy felnyíljon a szemünk, mert szegény szüleink elrémultak félelmükben, amit a háborúról tudunk, azt is a szovjet filmekből tanul. Letícia a maga részéről egyáltalán nem ragaszkodik ahhoz, hogy a szülei múltját megismerje, mert abból csak baj lehet. Viszont nagyon szerette a szovjet háborús filmeket és könyveket. Fanéval és Icával az utcán bombázóskit játszottak, mint a Jobb bácsi egyszer, elszántan elvitte a moziba, arra a háborús filmre, amely nem akart véget érni. A katonák mellhez szorított puskával üvöltve rohantak a moziterem áporodott levegőjében, a robbantásoktól remegett a vetítővászon és tübörgött. A fáradt olajjal beengedett, tök maggal teleköpködött durva deszkapadló. A lelkem nem lehet a szexualitásom rabja, írja Letícia a matraca alatt rejtegetett jegyzetfüzetébe. Ebbe gyűjti azokat a külföldi idézeteket is, amelyekben felismerni véli önmagát. De ha nem a szex miatt, akkor miért teszi meg azt a nagy utat Bukarest másik sarkába? Miért cipeli magával titkos élete állandó fájdalmát? Mert csak Szorinnal tudja újraélni az emlékét. Mintha együtt nevelkedtek volna.
Letícia Szorin mesztelen testéhez tapad. Beszívja a férfi bőrének ismerős illatát. Testük összefonódik, és otthon érzi magát. Ezt az érzést azelőtt nem ismerte. Azok a legboldogabb percek, amikor így fekszenek az ágyban, fáradtan, és a férfi elismerően a vállába csókol. Amikor vele vagyok, amikor úgy érzem, hogy az enyém, hirtelen minden elcsendesedik. Semmi hív, semmi váratlan nem történik már. A kapcsolatunk többé nem betegség, szerte foszlik a nyugtalanság, még ha később újra előjön is. És úgy gondolok rá, mint félelmekkel, elfojtott indulatokkal teli emberre, akiben felismerem magamat. Írja a füzetébe este.